Vigyázz a hajamra, hóhér! Vigyázz a hajamra, hóhér! Csak most fésülködtem, nem akarok kócosan menni az úr elébe. Vigyázz a hajamra, hóhér! Most nagy útra megyek, hol megszűnik minden mi földi, s elhagy az emlékezet. Siess, hóhér, de vigyázz! A hajamnak ne árts, méltón akarok menni a társaim után. A hajamra vigyázz, hóhér, többé már nem fésülhetem. Éltem tükre elhomályosul, kioltja fényét, hóhér kezed. Hosszú útra megyek, hóhér, oda hát várnak már társaim. Éltünk közös szent harca, holtunkban is összefűz. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért maradtam életbe. Nagyon sokat foglalkoztatott ez a gondolat a börtönévek alatt. Annál is inkább, mivel sokszor elmondtam azt, hogy jobb lett volna, felakasztottak volna. Már régen túl lennék mindenem. De a börtön utáni évek sem voltak ideális évek a számomra. Ezért nagyon nem is kívánkoztam ebben az életbe. Talán az egyetlen egy fix pont az életemben a gyerekem volt. Arra viszont nagyon jól emlékszem, és soha nem felejtem el, amikor kimondták a másodfokú ítéletben az életfogytot. Aztán vittek bennünket vissza a főutcáról a gyűjtőbe, a kis fogházba, és hát azt az érzést, azt nem felejtem el. A megdöbbentő számomra az volt, hogy nekünk, az életbe maradottaknak volt bűntudatunk azokkal szemben, akiken meghagyták a halálos ítéletet, mert az a hónapok folyamatából azért tudott dolog volt, hogy a kimondott másodfokú ítélet után már csak egy nap marad az életből való távozás felkészülésére, és huszonhatodikán, amikor volt a kivégzés, és a Katit közvetlen mellőlem vitték akasztani. Az döbbenetes volt. Amikor elbúcsúztunk, és ez egy nagyon fájdalmas búcsú volt. Ez sajnos egy nagyon igazi, nagyon valós. És akkor ott megfogadtam, hogyha valaha az életben módom lesz rá, soha nem fogom őket elfelejteni, de tudatosítani kell ezeket az eseményeket,
ezt az esemény sorozatot, ami hónapok alatt történt ott a kisfokházba. Ezt én azon túl, hogy számomra a fogadalom az egy esküvel felér, ezt végig kell vinni. Mert ez az ő üzenetük a világnak. Hiszen a mártiromságukkal üzentek az egész magyar nemzetnek. Hogy feláldozták az életüket. Hogy vállalták cselekményükkel és halálukkal az 56-os forradalom szellemiségét, és vállalták halálukban is. Ezt tovább kell adnunk nekünk, akik itt maradtunk, úgynevezett írmagnak az akasztófáról. Engem egyetlen dolog döbbentett meg, és bevallom, kibillentett a lelki egyensúlyomból, amikor legelőször hallottam a Mansfeld Petinek az esetét. Ugyanis nála megvárták, amíg betölti a 18 évet, hogy kivégezhessék. Nálam viszont az ügyész azt mondja, hogy helyesen ítélt az elsőfokú bíróság, amikor a cselekményt vette figyelembe, de nem ítélt helyesen, amikor nem vette figyelembe, hogy nem töltöttem be még a 20 évet, amikor elkövettem a cselekményt. És ebben a két ítéletben látom az abszolút következetlenséget, az abszolút jogi morbiditást, és ez engem teljesen kiborított, és már nem találtam logikát a dolgok menetében, mint ahogy nincs is logika, mind a mai napig nincs logika a jelen bírósági ítélkezéseiben sem, akkor sem volt. Viszont egyfajta belső morál kényszerítés az embert arra, hogy mint 56 örökségének végrehajtói, azoknak az örökségének, vagy végrendeletének, mondhatjuk így, vagy végakarat, akik elmentek és üzentek úgy szavakban, mint a halálukkal, hogy ezt nekünk kell végrehajtani, mert tudatosítani kell a társadalomban azt, hogy 56 az a magyar nép forradalma volt, a magyar nemzet forradalma volt, amikor egy rettegő társadalmon akartunk túllépni. És ez különböző társadalmi rétegek vettek részt ebben a forradalomban, még baloldali értékeket képviselő emberek is. Fiatal gyerekek, nők, családapák, és egy egész nemzet támogatásával, ami a legfontosabb ebben,
És ez történt mindazért, mert a Rákosi rendszer a maga kegyetlenségével és a maga pusztításával, ami szocialista eszmék mögé bújva tulajdonképpen, mint egy hóhér süvített végig az egész társadalmon, nem válogatva meg az áldozatoknak a kilétét, a bűnösségét, vagy nem bűnösségét. Azt hiszem, hogy ez az iszonyatos kegyetlenség volt az, ami kiváltotta ezt a forradalmat, amit el akart törölni a társadalom, el akart törölni a nemzet. Legjava. Akik segítkeztek ennek a forradalomnak a leverésébe, az már egy másik fejezet, de az tulajdonképpen egy másik oldal. Akik ma tulajdonképpen ki akarják sajátítani a forradalmat. Felháborító számomra, amikor azt hallom, hogy az 56-os forradalom a szocialisták legtisztább forradalma volt. Ez egy döbbenetes kijelentés. Bele kellene tekinteni talán az 57-es sajtóba. Nem tudom, hogy akkor abból mit vállalnának fel a jelenlegi szocialisták. Ma már tudom, hogy az életben maradásom egyfajta feladathoz kötődik, mert át kell adnom azt a végakaratot, amit a magyar nemzet számára hagytak a halálba menő velszibártok. Ma a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élőket és holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, s a továbbhaladásunk tétje milliónyi emberélet volt. Vádoljuk őket, mert a nemzetünk kiváló polgárait küldték Bitófára, és gyalázták meg, még holtukban is. Vádoljuk őket a gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevében. Vádoljuk őket az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját. Vádoljuk őket a recski haláltáborban megkínzott, megalázott emberek nevében. Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk őket a 298-as parcella halottai nevében, az AVH, mint erőszak szervezetük által fogva tartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében. Vádoljuk őket a 6 millió meg nem született magyar gyermek nevében. Vádoljuk őket a legdrágább kincs a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát, az otthon melegét. Vádoljuk őket a legfőbb érték az ember nevében, akit egy tolvonással küldtek Bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk őket a megalázott
megkínzott honfitársaim nevében. Vádoljuk őket a sortüzek áldozatai nevében. Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt, a morált, egy emberi, tisztább élet reményét. Vádoljuk őket Mindszenty Bíborosért, az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket. Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, így téve kiszolgáltatottá őket. Vádoljuk a nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjas éveiket. Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért. Vádolnak az élők, és vádolnak a holtak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak. Ezért megállapítom az áldozatok nevében. Soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést. Milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentbe még most is, és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára? Ezért a Szent Koronatan és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket. Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. Mindig beszél, mindig lobog, mindig lázas, mindig önkívületben van az utca fölött, föllengő magasan, egész az égben, s hirdet valamit rajongva. Ha már megszokták, és rá se figyelnek, ha alszanak is éjjel és nappal, úgy, hogy egészen lesoványodott, s áll, mint egy vézna apostoli szónok a háztető ormán egyedül, birkozva csönddel és a viharral haszontalanul, és egyre fönségesebben lobog, beszél. Lelkem, te is, ne bot és vászon, légy zászló. Nincs sem harag, sem gyűlölet bennem, csak szánlak benneteket. Őrültek voltatok, mint Néró, ki szavalt égő Róma romja felett. Fületek zsírtól eldugulva könnyre, jajra süketek. Nem hallatszott fel hozzátok, sem a sikoly, sem az átok, hatalmattól megittasulva. Emberek százait küldted a sírban. Nincs gyűlölet bennem, elmosták az évek. Lelkeden ott szárad ártatlanok vére. Mint egy koloncot cipeled örökre. Halló porodban sem nyugszol majd tőle. Koporsó födél a koponya tető, alája temetkezem e napon, a gyász kitüntetettjeként 56 szívét hallgatom, mert ver még az a szív,
Dobog a dombok méhe fölé hajolva, s völgyágyékok alján fülelek, mintha siratás bujdokolna. Remegnek bokrok, vízerek, de füveknek, fáknak, konokon, hét határon át oda kiáltom, ki értünk meghalt, rokonom! Mind rokonom és jó barátom, és az az ősz örök ünnepem, melynek zászlói a fák a tájban, szent üzenetet lobognak nekem, a kivágott címer is középen, amelynek helyén arcunk látszik, mutatja az egész országot, a véres avar eddig világít. Föl, koponyatető, koporsó födél! Feltámadás volt azon a napon, amelynek édes hét szentségét, fiúk, újjongva gyászolom!